de a kacsmabezdek hangos, munkálkodik a címbalmas. A legények kórjangatnak, szinte rengbeli az ablak. Kacsmárosné, aranyvirág, ide a legjobbik barát. Az irodalomóra ugyan a rendhagyó, az azonban nem, hogy a gondozási központ idősek klubjában a mindennapokat értékes programokkal színesítik. Legutóbb László János nyugalmazott magyar tanárt kérte fel a nappali ellátó vezetése, hogy az időseknek előadást tartson, ahová stábunk is meghívást kapott, mi pedig éltünk az alkalommal. Rendhagyó irodalomórára hívtuk az időseinket. László tanár úr tartja ezt az irodalomórát, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes, anyanyelvünk érdekességeiről lesz szó a mai napon. Valahogy szóba került, hogy tartanak előadásokat, hogy nem tartanék-e én is, mondtam, nagyon szívesen, mert amit tudok, azt nagyon szívesen átadnám másnak. Én tudnélik, álmomban is tanár vagyok. Tehát visszatérő álmom, hogy tanítok. Ezt is megálmodtam, és szerencsétlenre sikerült ez az előadásom, mert otthon felejtettem a jegyzeteimet, meg a könyveimet, meg a szemüvegemet. De, ahogy a képsorok is bizonyítják, egy vérbeli pedagógusnak ez nem lehet sem akadály, sem pedig hátrány. Ördög, bújjék az uradba, te pedig menj a pakalba! Húzd rá cigány csak azért is, ha mindjárt az ingyenért is. Megint jönnek, kapattatnak. Csendesebben még adjanak, Isten áldja meg kenteket. Szegény édesanyám beteg. Programjainkat általában úgy szervezzük, hogy az időseink érdeklődési körére való tekintettel, illetve olyan önkénteseket szoktam megkeresni, akik szívesen mutatkoznak be nálunk. És tulajdonképpen így kerültem kapcsolatba a tanár úrral is, aki más szolgáltatásaink kapcsán bejáratos volt már az intézménybe, és megkérdeztem, hogy lenne kedve esetleg nálunk egy ilyen alkalmat tartani, vagy akár rendszeresen tartani irodalomórákat, mert azt gondolom, hogy az irodalom az egyik olyan mindenki által kedvelt terület, amely nem csak a lelkünknek nagyon jó, de közben a memóriát is karban tartja, közös élményeket tud felidézni, és ez egy jó beszédtéma. Az emberek nem is tudják, hogy van rá igényük, aztán kiderül, hogy de igen, van. Számomra pedig teljesen mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek. Az a lényeg, hogy tudás. Most a felnőtt az azért jön, mert érdeklődik, a gyerek pedig azért ül az iskolapadban, mert beleültették. És akkor, hogyha sikerül a gyerekben felkelteni az érdeklődést, akkor az a tanárnak jó érzés. Ha nem, akkor kudarc. Ezek rímtelen versek, de van benne ritmus. A versek tudnélik elsősorban nem azt különbözteti meg a prózától, hogy rímel, azt különbözteti meg, hogy ritmusa van. Az órai munkára itt mindenkinek ötös járt, a pedagógus pedig nem a kudarc, hanem a siker, és a téma iránti teljes figyelem útra valójával hagyhatta el tanítványait és ideiglenes tantermét. Az irodalomórát első alkalommal szervezték meg, a következő előadásra október 18-án kerül sor, amikor is a költészet eszközeivel László tanár úr a hazafisság témáját járja majd körül.